A héten elkezdődtek a díszítési munkálatok Székelyudvarhelyen, hogy Mikulás estéjén teljes pompájában világíthasson az ünnepi fényruha. Idén is szakaszokban kerülnek fel a karácsonyi dekorációk a város különböző részeire, tegnap például a polgármester hivatal előtti fákra kerültek fel a fénygirlandok. A városháza nem csak a főbb útvonalakat öltözteti ünneplőbe, hanem Székelyudvarhely összes negyedét kivilágítják, sőt a kadicsfalvi, betlenfalvi és szombatfalvi városrészeket is feldíszítik. A díszkészletet idén is bővítik, így a régiek mellett új elemeket is megcsodálhatunk majd, értesültünk Bálint Attilától, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. A téli ünnepek leglátványosabb darabját, a város karácsonyfáját december első napjaiban állítják fel, melyet ezúttal is a város erdejéből hoznak. Ezen kívül még két helyen állít és díszít fenyőt a városháza, egyet a Betlen negyedi Dávid Ferenc téren, másikat pedig a Mesevárosnak helyet adó városi parkban. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez a polgármesteri hivatal a karácsonyi vásárral járul még hozzá, ami december közepén kezdődik és karácsony estéig tart. A tervek szerint a vásár ideje alatt a városközpontban délelőttönként térzene teremti meg az ünnepi ráhangolódást, délutánonként különböző előadásokat nézhetnek a városlakók. Székelyudvarhelyen a hagyományok szerint vízkereszt napjáig világítanak majd az ünnepi díszek.